Rát láthatják. Tartsanak velünk! Találja meg nálunk szerettei karácsonyi ajándékát. A hűtőmágnesektől a kötényekig, a bögréktől a fakanálig sok-sok városlogós termékkel várjuk Önt. Érdemes szétnézni nálunk. Ha 6000 forint felett vásárol a Város Marketing irodában, akkor megajándékozzuk Önt egy 2018-as fali naptárral. Milliárdos pályázati sikerről kapott értesítést a város, óvoda épülhet a Kertvárosban, új buszpályaudvar lesz, de táncközpont építésére és a Sóstó turisztikai fejlesztésére is lehetőség nyílik. Szolgálatban az új rendőrautók, a járművek speciális kialakítása még azt is lehetővé teszi, hogy utasításokat írjanak ki a közlekedők számára. Befejeződött az alsóvárosi templom felújításának első üteme, megszépültek a szentélynél lévő falfestmények és több ablakot is felújítottak. Januártól használható az új rendezvény helyszín. Sokféle programnak adhat otthont a közösségek házának megújult pincéje. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió csütörtök esti hírműsorát látják. Több halasi pályázatot is kedvezően bíráltak el, így karácsony előtt több mint 2 milliárd forintos fejlesztésekről kapott hírt a városvezetés. Többek között ennek köszönhetően 300 millió forintot fordíthat az önkormányzat a kertvárosi óvoda megépítésére az iskola melletti területen. Fél milliárd forintos közlekedési fejlesztés valósulhat meg, ennek keretében új buszmegálló létesül a régi helyén. Táncközpont épül a közeljövőben, és a régóta tervezett sóstói turisztikai beruházás is elkészülhet 87 millió forintos értékben. A városvezetés a jövő év elején sajtótájékoztatón számol be a részletes tervekről. Már a halasi kapitányságon is szolgálatban vannak az új rendőrautók. A napokban kapott járművek speciális kialakítással rendelkeznek. Az autók tetején például olyan fényhíd van, amely segítségével tájékoztatást vagy utasítást tudnak adni a közlekedőknek. A Kiskolasi Rendőrkapitányság udvarán állunk, ide is jutott azokból a járművekből, amit a bács-megyei rendőrök kaptak. Jelenleg 3 autó van bent, a többit most is használják. Az új járművek érkezésével a megyében használt rendőrautók átlagos életkora 5,5 évről 3 évre csökkent. Az elmúlt egy hónapban megújult egy kicsit a járműparkunk, 10 gépjárművet kaptunk a megyei rendőrfőkapitányságtól. Ezek a járművek több százezer kilométer futás teljesítményű szolgálati gépkocsijainkat hivatottak leváltani. Kiskolnas rendőrkapitányság illetékességi területének teljes állománya kapott a járművekből, 7 járművet a járőrök és balesethelyszínelő szolgálat tudhat magáénak. Ezen felül Tompa, Jánoshalma és a körzeti megbízotti alosztály is kapott gépjárművet. A járművek speciális kialakítással rendelkeznek, és van egy újdonság, amivel eddig még nem nagyon találkozhatott a lakosság. Az autók tetején lévő fényhidak segítségével a rendőrök különböző utasításokat tudnak adni a közlekedőknek. LED technikával működő remek fényhidakat kaptak ezek a járművek, melyek különböző információkat képesek megjeleníteni előre, tárolt anyagokból tudnak a kollégák választani, így például baleset, valamint utasításokat is lehet vele adni, például, hogy kövessen. Akkor felhívná erre a közlekedők figyelmét, hogy ezen túl figyeljenek erre, ezekre a jelzésekre is? Igen, nagyon jó lenne, hogyha a fényhidakon nem csak a piros-kék fényjelzést látnák innentől kezdve, hanem a feliratokat is figyelnék. A kollégák nagyon örültek a járműveknek, speciális rendőrségi kialakítású járművekről beszélünk, amelyekben olyan rendőrségi kellékek vannak, mint lámpatartók, melyek egyből töltik is a kollégák éjszakai szolgálat ellátásához elengedhetetlen zseblámpákat, gumibot tartók és hát a láthatósági mellényeiket és golyóálló, lövedékálló mellényeiket is szakszerűen el tudják bennük helyezni. A baleseti helyszínelők annak is örülnek, hogy a felszerelésük befér a csomagtartóba. Ezt a járművet a baleset helyszínelők használják, és
azért lett lecserélve, nagyobb a csomagtér és több felszerelés fér bele. Ugye a baleset helyszínen általában számtáblákat, fényképezőgépet, fényképezőgép állványokat, mérőlécet viszünk ki, és ezeket használjuk is. Ugye ezekben vannak ezek a számtáblák, amiket kiszoktunk rakni baleseteknél, ugye. Bács megyében összesen 90 új rendőrautót tudtak szolgálatba helyezni. Újabb útépítési közösség alakult meg Kiskunhalason. A Kertész utca felső szakaszának 20 lakója döntött úgy, hogy anyagi áldozatot is vállal az út felújítása érdekében. A képviselőtestület befogadta a kezdeményezést, így a jövőben útalappal erősítik meg a Csokonai és Jókai utca közötti 297 folyóméternyi szakaszt. A rendelet megalkotása óta több olyan útépítés valósult meg, ahol az önkormányzat és az adott lakóközösség közösen vállalta a költségeket. Legutóbb a Liget utcában készült el egy ilyen út. Már lebontották az állványokat a halasi alsóvárosi templom szentélyénél. Lezárult az épület belső felújításának első üteme. A szentélynél restaurálták a fali festményeket, most már jól láthatóak a színek és az aranyozások, amit eddig az évtizedek alatt lerakódott kormos, poros réteg fedett. A felújítás folyamán az a döntés született, hogy kibővítik az eddigi tervet, és a teljes szentély felújításra kerül, az oldalsó freskók és az oltárkép is. Az oltárkép még nincs a helyén, hiszen a teljes restaurálás mellett döntöttek, így az csak később fog elkészülni. Mostanra a legrosszabb állapotban lévő 4 színes üvegablakot is felújítatták. A munkálatok második üteme várhatóan jövő tavasszal folytatódik. Januártól többen mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól. A nem lakás céljára szolgáló épületek után nem kell majd fizetni. Ehhez az érintetteknek egy nyomtatványt kell kitölteni, amit január 15-ig kell a városházára eljuttatni. Ha nem lakás céljára szolgál az épület, és nem él benne senki, nem kell utána fizetni. A november végi halasi képviselőtestület ülésen módosítottak a kommunális adón, így többen mentességet kapnak a fizetése alól. Komolyabb módosítást tartalmaz ez a mostani módosításunk, amely arról szól, hogy a külterületen lévő gazdasági épületek kikerülnének a kommunális adó hatálya alól. Az előterjesztést megszavazták, így januártól életbe lép az intézkedés. Arról, hogy ezzel kapcsolatban kinek mi a teendője, a Városháza adócsoportjának vezetőjétől kaptunk tájékoztatást. 2018. január 1-től mentességet kapnak a nem lakás céljára szolgáló építmények. Itt két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik, ami még egy kitételt tartalmaz, hogy kivétve, hogyha valaki életvitelszerűen ott tartózkodik. Tehát például valakinek gazdasági épületként van bejelentve az ingatlan nyilvántartásban, de ő ott életvitelszerűen tartózkodik, akkor továbbra is kommunális adót kell fizetnie. A másik speciális eset az a tanyák kérdésköre, ugyanis a tanya az lakó és gazdasági épület is együtt szerepelhet. Amennyiben az lakóépület, ként használják, vagy lakás céljára alkalmas, akkor az továbbra is adót fizet. Azonban, ha kizárólag mint gazdasági épület hasznosítják, akkor nem kell kommunális adót fizetni. Ezt viszont ugye jelezni kell felénk, hiszen ez az ingatlan nyilvántartásból nem derül ki, csak annyit látunk, hogy tanya. Itt mindenképpen erre hívnám fel a figyelmet. Tehát ahol lakás céljára alkalmas, függetlenül attól, hogy lakják vagy nem, de lehet benne lakni, akkor továbbra is kommunális adót kell fizetni. De ha csak és kizárólagosan gazdasági célra használják, tehát terményt tárolnak benne, vagy ilyesmi, akkor nem értelemszerűen, akkor az mentes. A szükséges nyomtatványt a város internetes oldalán a kiskohalas.hu lehet elérni, illetve a Városházán is lehet kérni. Aki még idén szeretne intézkedni, annak a 2017-es bevallási nyomtatványt kell kitölteni, aki pedig január 1-e után, annak már az új 2018-as bejelentési nyomtatványt. Az adócsoport többeket levélben is értesít, azokat, akik biztos, hogy érintettek a mentességben. Ahol tudtuk már, hogy a rendszerünkben ott van, és egyértelműen megállapítható, hogy az egyéb lakás céljára szolgáló épület, ott már mentek ki levelek. Tehát vannak olyan adózók, akik már megkapták a 17-es bevallási nyomtatványt egy levéllel együtt, hogy ezt szíveskedjenek kitölteni és visszaküldeni, hogy kicsit mi előre tudjunk dolgozni, mert a sok bevallás nekünk szűk idő áll rendelkezésre arra, hogy bedolgozzuk a rendszerbe, és utána márciusban az értesítőkön már a helyes állapot jelenjen meg.
és ezért kérem, hogy akik megkapták, akkor azoknak különösebben is dolgok kitölteni, a mentességbe egy X-et tenni, és mielőbb beküldeni hozzánk. Ha az most januárban érkezik, nem probléma, csak mielőbb küldjék meg. A Városházára január 15-éig kell eljuttatni a kitöltött nyomtatványokat. Potyogott a fal, még raktárnak is alig lehetett használni, most viszont felújították, és ismét a kultúra szolgálatába áll a közösségek háza alatt található pincehelyiség. Több hónapig tartott a felújítás, melynek köszönhetően teljesen megújult, megszépült a pince. A pince januártól várja az érdeklődőket. A terem alkalmas például tanfolyamok, előadások, klubflog foglalkozások, ünnepségek, évfordulók és kisebb partik megrendezésére. A felszerelt projektor segítségével az előadásokhoz, prezentációk kivetítésére is lehetőség nyílik. Az 57 négyzetméteres helyiségben nagyjából 40-50 személy fér el kényelmesen. A kulturális szintérről a közösségek házában lehet további információt kérni. Szurkolástól volt hangos a Horváth István sportcsarnok. Kiskunhalas hosszú évek után ismét rangos lány kézilabda tornának adott otthont. A szerdai mérkőzés sorozat tétje óriási volt, ugyanis a 4 pályára lépő iskola legjobbika bekerült az országos döntőbe. A házigazda Bibó István gimnázium csapata is a továbbjutásért küzdött. Bibó! Rangos kézilabda eseménynek lehetett a házigazdája a Bibó István gimnázium. Az 5.-6. korcsoportos kézilabda diákolimpia egyik országos elődöntője a Horváth István sportcsarnokban volt. A Magyar Diásport Szövetség kézilabda albizottságának a munkája, hogy kit hova hoz be, de szerencsére jó a kapcsolatunk, és a Bács-Kiskun megyei Diáki Szabadidősport Egyesület is benne van a munkabizottságokban, az országosban, és tudunk kérni rendezvényeket, és hál' Istennek nagy százalékban meg is kapjuk. Ez most a 18. országos elődöntő itt a november-decemberi szezonban, és ma még van egy, azzal zárjuk az őszi szezont. Tehát valószínűleg a jó hagyományoknak és a jó kapcsolatoknak köszönhető. Az elődöntőn a Békés Csaba, a Dunai Város, a Vác és a házigazda Bibó István gimnázium csapata játszott az országos fináléba kerülésért. Őszintén szólva én nagyon izgulok, tehát a hazai közönség az mindig egy nagyobb teher jelent számunkra. A felkészülés az ugyanúgy történt, mint bajnoki meccsre. Különösképpen nem történt olyan edzés, ahol elemeztünk volna, vagy valami, mi reménnyel és szívvel készülünk a meccsre. Az izgalmas, fordulatos mérkőzéseket követően kiderült, hogy a Dunaújváros jutott tovább, a Vác, a Békés Csaba és a házigazda Bibó gimnáziumot megelőzve. Az évvégi ünnepek több hivatal és intézmény megszokott nyitvatartási idejét is módosítják. A változásokat a bejáratoknál már mindenhol előre feltüntetik. A Martonosi Pál Városi Könyvtár is nyilvánosságra hozta az ünnepi nyitvatartását. Eszerint december 23-án szombaton délelőtt 9-től 13 óráig fogadják az olvasókat. December 27 és 29 között 9-től 18 óráig lesznek nyitva. December 30 szombat lesz idén az utolsó nap, amikor várják az olvasókat. Ekkor délelőtt 9-kor nyitnak és 13 órakor zárnak. És most röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. 2 milliárdos pályázati sikerről kapott értesítést a város. Óvoda épülhet a Kertvárosban, új buszpályaudvar lesz, de táncközpont építésére és a Sóstó turisztikai fejlesztésére is lehetőség nyílik. Szolgálatban az új rendőrautók, a járművek speciális kialakítása még azt is lehetővé teszi, hogy utasításokat írjanak ki a közlekedők számára. Befejeződött az alsóvárosi templom felújításának első üteme, megszépültek a szentélynél lévő falfestmények és több ablakot is felújítottak. Januártól használható az új rendezvény helyszín. Sokféle programnak adhat otthont a közösségek házának megújult pincéje. A folytatásban elmondjuk, milyen idő várható az elkövetkező 24 órára. A Mozaikban pedig Varga János és Juhász Imre zenélnek. 7:30-tól Szőri Attila jelentkezik a Kultúrképpel. Szia Attila, milyen témákkal várod a nézőket? Szia Alexandra, és szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket is, innen a karácsonyi díszbe öltözött Kultúrkép stúdióból. Így néhány nappal szent este előtt mi másról is szólhatna a Kultúrkép, mint az adventről, a karácsony várásáról, a karácsonyi készülődésről.
Láthatnak majd a kedves nézők többek között egy interjút a népszerű énekesnővel, Zoltán Erikával, és Gál Gabi énekművész is elmeséli majd, hogy hogyan tölti a karácsony ünnepi pillanatait. Ezen kívül ellátogatunk majd egy kiállítás megnyitóra a kórházba, egy festménykiállításra, és két lelkész is lesz a stúdió vendégem, akikkel pedig egy kicsit visszatekintünk a 2017-es esztendőre, és előre tekintünk a 2018-as évre. Hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk, már csak pár perc és kezdődik a műsor. Attila, jó adást, önöknek további kellemes televíziózást, és ne feledjék, holnap ugyanebben az időpontban ismét jövünk a friss hírekkel. Viszontlátásra!